A szokásostól eltérően ezúttal a megyei utak téli karbantartására 3 éves szerződést köt a megyei önkormányzat, ez egyfajta biztonságot is adhat a nyertes vállalkozásnak. A gépesítés szempontjából, az anyagbeszerzés szempontjából is, mondjuk mondom valaki, hogyha egy például homokra 3 éves szerződést köt, valószínű, hogy jobb árban megveheti, mintha csak egy hónapra kötne szerződést, és hát ha valaki, és ugyanígy a gépeknek a bevás, lehet, hogy megéri most már a gépet vásárolni. Egy másik újdonság, hogy rendhagyó módon a megyét 24 részre osztották fel, Csík térségét, 10 Gyergyó és Keresztúr térségét, 4 Székely-Udvarhegy térségét pedig 6 csoportra. Eddig 18 csoportnál sikerült szerződést kötni, a maradék 6-ra újra kiírják a közbeszerzést, erre január közepén kerül sor. Ahol nem sikerült vállalkozót találni, a helyi önkormányzatokkal kötött szerződést a megyei tanács. Csíkszéken vannak ilyen problémák, többek között a Hargita fürdőre vezető útnak sincs egyelőre takarítója. Borbay elmondta, Udvarhely térségét maradéktalanul lefették a cégek, így nagyobb fennakadás várhatóan nem lesz. Ami a jó hír az udvarhelyszéki tévénézőknek az az, hogy itt nagyjából mindegyik útszakaszra került vállalkozó. Nagyon sok új, kisebb cég jelentkezett, akik lehet mostani korábban csak alvállalkozóként a pénznek töredékét megkapva kellett ugyanazt a munkát elvégezzék. Ezáltal én bízom benne, hogy ezeknél a kis térségi cégeknél ez új munkahelyek teremtését is jelenti, sőt beszéltem többükkel, már fejlesztenek, beruháznak. Egyébként a megyei tanács felügyelete alá tartozók közel 1000 kilométernyi megyei úttal kapcsolatos észrevételeket a 0266-207704-es telefonszámon lehet jelezni. Az országutak esetében az utak állapota az országos útügyhöz tartozik, amelynek Hargita megyei kirendeltségét a 0266-311-067-es számon lehet elérni.